Kajai Magyarság központjának számító Beregszászon háromnapos nagyszabású adventi vásár tartottak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Turisztikai Tanács szervezésében. A vásári forgatag mellett a programpontok között kulturális rendezvények, betlehemes találkozó, egyházi kórusok fellépése is szerepeltek. Nem véletlenül szervezzük meg idén harmadik alkalommal az adventi vásárt, mert úgy látjuk, hogy több embert mozgat meg. Ilyenkor bemutatkoznak a helyi szőlészek, borászok, kézművesek, méhészek. Mindenki igyekszik képviseltetni magát ezen a rendezvényen. Előfordul, hogy többen töltenek meg egy-egy sátrat, emiatt aztán találkoznak többet, érzik, hogy ennek a közösségnek a tagjai. Az adventi vásár alatt megrendezésre kerül a betlehemes találkozó, az egyházkórus találkozó. Ezek a csapatok készülnek a megmérettetésre, készülnek az előadásra, összejárnak próbálni, érzik, hogy ennek a közösségnek az aktív tagjai, ami így karácsony előtt talán egy kicsit még fontosabb, mint máskor. Nagyszabású cipős doboz akció szervezett Beregszászon a helyi Pulzus Rádió. Az egész napos akció során Kárpátalja járva és nehéz sorsú gyerekek számára folyt a gyűjtés. Azért tartom ezt fontosnak, mert szerintem más gyerekek is megérdemlik azt, ami nekünk is jár, amit mi is kapunk, és fontosnak tartom azt, hogy örüljenek ők is, mivel árvák vagy szegényebbek. Beregszászon kívül többek között az ungvári, munkácsi és nagyszőlősi járásban is gyűjtötték az önkétesek a cipős dobozokat, összesen 13 helyszínen. Birta Zoltán főszervező, a Pulzus Rádió főszerkesztője elmondta, közel 4000 gyermeket tudnak idén megajándékozni egy cipős doboznyi szeretettel. Azt látjuk, hogy mindenki, egyháztól, politikai szervezettől, állami intézményektől, teljesen függetlenül gyárak, munkahelyek, itt volt bíróság, hozott 40 darab dobozt, csak a beregszászi gyűjtőponton rengeteg hasonló történetet tudnánk mondani. 400-500 intézményt tudtunk elérni a partner szervezetén közreműködésével ebben a hatjárásban, úgyhogy rengeteg család, gyermek, iskolák, gyárak és egyéb intézmények közreműködésével jönnek most, ma ebben az órában, ebben a percben is a dobozok. Karácsony itt van megint, az Isten eljön megint, ugye készen áll az a kis jászol. Az ungvári járási eszenyben az Ungi Református Egyházkerület egésznapos játszóházat szervezett, finomságokkal és ajándékokkal várták az árva és félárva gyerekeket. 13. alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt az Ungi Református Egyház megye szervezésében. Nagyon fontos számunkra az, hogy legalább évente egyszer tudjuk támogatni azokat a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik félárvaként nevelkednek, hiszen tudni kell ezekről a gyerekekről, hogy olyan családokból érkeztek, ahol vagy az anyuka, vagy az apuka meghalt. A legtöbbjüket nagyszülő nevel, vagy az édesanyjuk nevel. Ezek a gyerekek nagyon várják már ezt az alkalmat évről évre, hiszen vannak olyan gyerekek, akik negyedszer, ötödször jönnek, visszatérő gyerekek, vannak mindig új gyerekek is. Az 5-től 12 éves korosztálynak szervezzük ezeket az alkalmakat, és megpróbálunk mindig egy olyan napot szervezni, amikor nagyon boldogok, nagyon-nagyon sok ajándékot kapnak, lelki és földi ajándékokat is, és ezen a napon rengeteg program várja őket, színes program. Reggel 10 órától este 6-ig itt vannak, és próbáljuk tartalmasan kitölteni ezt az időt. Nagyon sok önkéntes van, aki segít ebben a munkában, ennek a szervezésében. Több hónappal ezelőtt már elkezdtük szervezni ezt az eseményt. Az adományokból idén mintegy 60 árva és fél árva gyereknek sikerült boldogabbá tenni a szeretet ünnepét.